A rendőrség kiemelt figyelmet fordít a bűnmegelőzésre, az állampolgárok biztonságérzetének erősítésére és a vagyonvédelemre. Így ebben a hónapban is lehetőség nyílik ingyenes kerékpár regisztrációra a Bike Safe program részeként. Július 24-én 60-ban a Rákóczi úti élelmiszer áruház elé települnek ki a rendőrök, ahol délelőtt 8-tól 10 óráig várják azokat, akik szeretnék nyilvántartásba vetetni bicikliüket. 26-án pedig szintén 8-tól 10 óráig a Kossuth téren várják az érdeklődőket. Nagyon népszerű a Bike Safe akciónk, ezért ennek keretében többfajta dologgal is készülünk majd most a következő héten. Lesz vagyonvédelmi tanácsadás, ennek részeként felvilágosítjuk az állampolgárokat, hogyan tudják vagyontárgyaikat megvédeni, milyenféle védelemmel tudják ellátni a portáljukat, hogy az elkövetőket elrettentsék, vagy ne talántán bizonyítékot szolgáltassanak ellenük, hogyha már megtörténik a baj, illetve lesz drogprevenciós tanácsadás is, illetve bűnmegelőzési tanácsokkal is ellátjuk az odalátogatókat majd. Csernyászki Csaba, rendőrfőhadnagy arra is felhívta a figyelmet, hogy fontos tudni azt is, hogy a kerékpár regisztrációhoz szükséges a tulajdonos személyigazolványa és lakcímkártyája is. A BikeSafe rendszer fejlesztéseinek köszönhetően pedig már nem csak bicikliket, hanem rollereket és más rendszámmal nem rendelkező kétkerekű járműveket is fogad az adatbázis.